A kosárfutam verseny támogatja a DN Magyarország. Sziasztok, ez itt a kosárfutam 5. évadának első része. Mátéval a sátorral Jaújhelyi DN-be megyünk vásárolni, tartsatok velünk! A kosárfutam 5. évadának első részében a DN-ben tartunk, Sárospatakról sátorral Jaújhelyre, tartsatok velünk! A 37-es főúton pár perc és megérkezünk sátorral Jaújhelyre, és a DN parkolóból bejelent. Itt vagyunk Sátoraljói helyen, 2 perc és megérkezünk a DM-hez, jelentkezünk a parkoló. Megérkeztünk a DM-hez, azonnal bemegyünk és kezdődhet a 4 tus fürdő vásárlás. Megérkeztünk a DM-be, kezdődhet a vásárlás. Itt vagyunk a DM-be, Máté miért kiválasztja a tusfürdőt? Mert következnek a tusfürdők. Várjál, meg. Első Csikó Baby Mulánc. A második választás, Neptus fürdő, derűs nap. A harmadik választás, balea, vanília és kókusz. Az ugye a drága kicsitőn, akkor nincs. Negyedik választás, Ziaja Baby. Szabkás esetleg, hogy ki tudom rakni meg a szabot. Jó? Jó, fürdő gomba. Ez még ott mellett a kosárba. Jaj, de jó. Kicsi a sárkány. Azt nézzed, hogy mennyit költöttél. Fürdő bomba, ide gurítom? Ide gurítom vissza én. Azt majd megfűjtjük meg is. Köszi! Szia! Köszönni! Köszönni! Máté! Szia! Ez volt a vásárlás a DM-ben. Megyünk most játszani. Ez volt a vásárlás a DM-ben. 4 tusfürdőt vásároltunk. Most indulunk Sárospatak Rappához játszani. Tartsatok velünk! Sátoraljaújhelyről tartunk Sárospatakon a 37-es főúton. Apától jelentkezünk, jutubazással. Tartsatok velünk! Pár perc is Sárospatakon vagyunk. Apától a parkolóból jelentkezünk. Megérkeztünk apához, azonnal felmegyünk, és kezdődhet a játék, tartsatok velünk! Megérkeztünk apához, kezdődhet a játék. Kosárfutam 5. évad első rész. Kosárfutam 5. évad első rész, ma a Sátoraljaújhelyi DM-ben vásároltunk Mátéval. Négy tusfürdőt vásároltunk, Csikó Baby Moments relaxáló tusfürdő. Ja, Nep Body Wash tusfürdőt, citromillattal, Balea vanília és kókuszillatú tusfürdőt, és Ziaja Baby krémolajtos fürdőt. Kalabi. Jaj! Ajaj! 8 óra! Elkésünk a munkából. Gyerünk, tusik! Indulunk! Tisztek!
10 perc múlva munka? Sietni kell? 10 percünk van, hogy odaérjünk? Utás, utás, utás! Utás, 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 menjünk a munkába! Futni, 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 meg is érkeztünk! Ó, itt aztán van munka, rendesen! Üljünk az irat, ide leülünk, dolgozunk! Ajjajjaj! Fáj, kapcsolj be! Na, munka közben is! Hát, nem mindig dolgozunk. Nézzük Pöti Pujlut. Új kalandja. Pöti Pujlu új kalandja. A tenger mélyén. Pöli felkelt, kiugrik az ágyból gyorsan, elmegy vécére, megreggelizik, anyukája ad neki egy nagy puszit, és elindul iskolába. Megy, mendegél, sütött a nap. Utána jöttek a felhők, és csúnyán elkezdett esni. Fel is húzta az esernyőjét. Ment, pendegélt az esernyőjével, de egyszer csak júj, beesett a nagy vízbe az esernyője. Fennmaradt, ő pedig találkozott egy halacskával. Úszott a víz alatt, és ott volt egy nagy polip. Úha, ez nagyon izgalmas történet. Hoppa, polip, csaj, hoppá, meglátta. Gyere ide, polip, oda csalta, de hopp, kinyitotta a nagy száját, ami tele volt nagy-nagy fogakkal. Ó, hambe kapta, lenyelte, és Pujlu meg se állt a nagy polip hasáig. Ott a gyomrában talált mindenféle dolgokat, amiket előtte a polip lenyelt, és találkozott Szemivel a kukaccal. Ó, játszottak, amíg egy nagy hajóra nem értek. Uff, ráestek a hajóra. Ott játszottak, tekergette a hajókormányt, a kukac, de jaj, egyszer csak ki volt ott? Hát a kapitány. Irgum, burgum, mit csináltok itt? Jól megijedtek, és kiugrottak a hajóból. Elfutottak a kapitány elől. Ó, ott jött egy kis polip, de a nagy polip ham bekapta a kis polipot, és ő is a gyomrában landolt. Miss Pepetnek hívták. Miss Pepet gyomrában, ott volt Szemi, Póli, Pókocska, de Szemi nagyon beleszerelmesedett a kis polipba. Ó, jaj, de mik vannak ott, még bekapott egy labdát is a nagy polip, és puf, Póli fejére esett a labda. Még bekapott egy úszógumit is, az is a fejére esett, egy horgonyt, az is, meg egy lerágott halacskát, az is a fejére esett Pójlunak. Még ilyet. Puff, még egy cipő is, de aztán talált egy szép kagylót beleint. Elővette egy fényképet, amin az anyukájával volt. És jaj, most már jobb kedve derült. Egyszer csak ott termett valaki. Hopp! Ki az? A kapitány. Ha-ha-ha, a kapitány nagyon viccesnek találta ezt, hogy Pójlú megijedt tőle, de oda nyújtotta a kezét, hogy nem kell tőle félni, barátok vagyunk, nem bánt a kapitány. Elmentek horgászni, puf, ott volt egy nagy halháló. Mutatta neki a kapitány, hogy hogy kell kifogni a halacskát. Ez az, fogtak egy sárga halat, bele is dobták a vödörbe. Az első fogás megvan. Aztán Pójlu horgászott talált egy kis piros halacskát, azt is kifogta a halhálóval. Most már két halacskát fogtak. Ajjaj, nagyon vicces volt, mert visszaugrott a halacska, úgy csak úgy kacagott a kapitány is, meg Pójlu is. Aztán a kapitány meghívta magához Pójlut vacsorára, ahol elfogyasztották a nagy sárga halat és a kis piros halat. Ham, nagyon finom volt, és így legalább jól láttak. Aztán tele volt a bendőcskéjük, de közben a nagy polip mindent megevett, amit az útjába került, halat,
kincses ládát, mindent telerakta a bendőjét. Egy pingvint is lenyelt, közben Paulio vett egy fagyit. Egy csónakot is lenyelt, közben Paulio még egy fagyit evett, és még egy rozmárt is lenyelt. A nagy polip. Ajjaj, ette Póli meg a kapitány a fagyit, közben meg a nagy polipnak úgy tele lett a hasa, gyomorrontása lett. Csak úgy morgott a hasikája, Póli meg a kapitány csak úgy repkedtek benne, és egyszer csak puff, kiköpte, felbüfiszte őket a polip, és kiköpte mindent, ami a hasába volt. Így elrepült a kukac, a kis polip, a kapitány, Poilu, repkedtek. Búcsúzóul a kapitány a kitüntetési szuvernírnek Poilunak adta. Elköszöntek egymástól a barátok. Nagyon jó történet volt. És a polip is tudott végre aludni, nem fáj a hasa. Poilu kiúszott a tengerből, felvette az esernyőjét, közben a napocska is kisütött, elrakta a táskájába az esernyőt, és szépen elindult haza. Otthon várta az anyukája, nagyon megörültek egymásnak. Fürödtek, megvacsoráztak az anyukájával, apukájával, elmesélte a történeteit, lefeküdt aludni, elővette az érmet, amit a kapitánytól kapott, és jó éjszakát, Poilu! Itt a vége. Vége a munkának. Mehetünk. Nem. De vége, mert már idő van, majd a többit majd szerdán folytatjuk a következő munkába. Jó? Na, hajrá, már annyi az idő. Indulunk a tusfürdőkkel haza. Kedves nézőink, a kosárfutam 5. évadának első részét látták 2024. február 26-án hétfőn a Sátoraljaújjai DM-ben. A kosárfutam 5. évadának második része szerdán február 28-án jelentkezik. Ismét várjuk őket Mártéval. Hova megyünk, Márté? Eco Family. Az Eco Family-be. Tartsanak akkor is velünk. Köszönjük, hogy a kosárfutam 5. évadát és az első részét választották. Köszönjük szépen! Viszontlátásra! A műsor támogatója a Hajas Szalon. A műsor támogatója a Noir Clan. A kosárfutam verseny támogatja a DM Magyarország.